Az európai hulladékcsökkentési hét minden év novemberének utolsó hetében van. Az Európai Unió 2009-ben útjára indított programjához Magyarország 2012-ben csatlakozott. Nagykátán a Naturpark a Tápióvidéken konferencia keretében előadást hallgathattak meg a meghívott önkormányzatok, civil szervezetek az Európai Hulladékcsökkentési Hétről és tapasztalatairól. Az akcióról Cerván György, agrárgazdaságért felelős államtitkárt kérdeztük. A műsort a Földművelésügyi Minisztérium támogatja. Cerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár nyitotta meg Nagykátán a Naturpark a Tápióvidéken konferenciát, melynek keretében előadást hallgathattak meg a meghívott önkormányzatok, civil szervezetek az Európai Hulladékcsökkentési Hétről és tapasztalatairól, valamint a hulladékcsökkentési akciókról és vállalásokról. A rendezvényről az államtitkárt kérdeztük. Az Európai Unión belül egy hulladékcsökkentési hét van, amit már sokadik alkalommal rendeznek meg, és az azért kapcsolódik a Naturpark rendszerhez is, hiszen ott természetvédelemről is, kulturális értékek védelméről is szó van, és hát a hulladékcsökkentés az napjaink egyik legnagyobb kihívása, mármint a hulladéknak a kezelése, és hát az egyik cél, hogy ezt hogyan lehetne csökkenteni magát, a kibocsátást, és ami már kijött hulladék, azt hogyan lehet kezelni. Ez nem csak itt Magyarországon, hanem az unión, sőt az egész világon belül egy nagyon komoly kihívás az emberiség számára. Ugye egy egyhetes Európai Uniós kampányról beszélünk. Ön szerint elegendő-e ez az egy hét ehhez? Természetesen nem elegendő, de figyelemfelhívásra, figyelemfelkeltésre mindenképpen jó. Ugye amikor ilyen globális kihívásokról beszélünk, akkor a klímaváltozás, ami talán elsőnek eszünkbe jut, a vízhiány, az élelmiszerpazarlás és az, hogy a hulladékkal már lassan nem lehet mit kezdeni, mind a mennyiségét tekintve kezelhetetlenné vált, illetve összetétele alapján is. Lehet hallani a hírekben, hogy a tengerekben grönlandi nagyságú szemét szigetek úszkálnak, tehát valamit ezzel az emberiségnek kell kezdeni. Nyilván nem itt Nagykátán fogjuk megoldani, de én örülök annak, hogy erre a naturparkos témára föl lehetett fűzni a szervezők, a Tápióvidék Természeti Értékeiért Alapítvány vezetése betette a napirendek közé ezt a nagyon fontos témát, és azért a figyelemfelkeltés az nagyon fontos, hogy tényleg egyénileg is mit tudunk tenni ennek a témának a kezelése szempontjából, tehát egyáltalán a szelektív hulladékgyűjtés, ami talán idősebbeknek nehezebben megszokható dolog, de az új generációk, ahogy nőnek fel óvodába, iskolába, nekik már ez természetessé válik. Ugye a tudomány fejlődik, a technológia fejlődik, vannak ezek az elektromos eszközök, kütyük, amik előbb-utóbb elhasználódnak, gyorsan leamortizálódnak, újak kell, a régivel mit kell csinálni, ugye veszélyes hulladékról van szó, a fénymásolónak a használata, a papír, a csomagoló anyagok, tehát mind-mind a PET palackokról nem is beszélve, az ivóvízzel, ugye folyóvízzel, ivóvízzel öblítjük le a WC-t, tehát rengeteg olyan dolog van, amit pici odafigyeléssel lehet csökkenteni a keletkező hulladékot, az élelmiszert említettem, tehát hogy tudatos vásárlással fölírjuk előre, hogy mit akarunk venni, és nem rögtönzünk, és azáltal annyit veszünk, amennyit lehetőség szerint el tudunk, hogy aztán ezek mind-mind apró dolgok egy ember életébe, de hogyha nagyon sokan ezekre az apró dolgokra oda fognak figyelni, akkor a hulladékkibocsátás csökkenni fog, és akkor a kezelése is utána talán egyszerűbb lehet. Ez a hét az erről szól, és ez a rendezvény is helyet adott ennek a, úgy gondolom, nagyon fontos kezdeményezésnek. Ha a választókerületét nézzük, itt a szelektív hulladékgyűjtés mennyire megoldott, mennyire hatékony ez a dolog? Hát ez a dolog működik rendszer szerűen. Itt a Tápió mentén nyilván problémák azok mindig vannak, hogy néha kevés a kapacitás, és a hulladék szigetek mellett ott áll a tengernyi szemét kiöntve. Hát erre mindig a településeknek oda kell figyelni, és folyamatosan kezelni ezeket a problémákat. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét minden év novemberének utolsó hetében van. Az Európai Unió 2009-ben útjára indított programjához Magyarország 2012-ben csatlakozott. Minden évben új fókusztémákat dolgozott ki a Földművelésügyi Minisztérium. Idén az Adj új életet tárgyaidnak program az újrahasznosításra hívta fel a figyelmet.
idei európai hulladékcsökkentési hétnek a plakátján egy kötött karú kis mackó szerepel, és ennek pedig az az oka, hogy az újrahasználat ennek az évnek a fókuszában áll. Az, hogy a meglévő tárgyainkat akár javítással, akár a feladataik újragondolásával új tárgyként használhassuk. Visszatértünk a 2013-as év témájához, az újrahasználathoz, a javításhoz. Igazából ez a legegyszerűbb formája annak, hogy a környezetünkben levő már megunt, esetleg első gondolatra, első látásra értéktelennek hitt tárgyainknak mégis új értéket találjunk. Hogy is lehet az Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozni? Kettő módon. Van egy hulladékcsökkentési 7.hu honlapunk, és azon múlt hét szerdáig regisztrálhattak az önkéntesek úgynevezett akcióötletekkel, akik olyan kreatívak, olyan ötletesek, hogy ki tudják találni, hogy helyileg az ő környezetükben mi az, amit leginkább meg tudnak valósítani. A másik, ahol lehetett csatlakozni, és ahol lehet is még csatlakozni, és kérem önöket is, hogyha esetleg hétvégén leülnek a számítógépük elé, akkor a vállalom.eu honlapra menjenek rá, és tegyenek egy vállalást. 16 féle ötletet soroltunk ott fel, és a 17 ötletből bármelyiket választják, már egy pici lépéssel közelebb lesznek a hulladékcsökkentéshez, ha még esetleg ezt eddig nem tették volna meg. A 16 vállalás között ugye az első, hogy szelektíven gyűjtök, amiről már beszéltünk, a másik, hogy ugye tisztán gyűjtöm a szelektívet, erről is beszéltünk, és van egy olyan mondat, ami talán már szlogenné vált, ez a tapossa laposra, ez pedig a PET palackokra és az italos kartonokra vonatkozik, hiszen van valami, ami jobb, ha minél kisebb, ez pedig a hulladék. 2012 és 2016 között több százezer résztvevő volt Magyarországon az Európai Hulladékcsökkentési Hetek folytán, és hetek alatt. 2012-ben 7 akciót regisztráltak egyébként, tehát akkor még nagyon soványka volt a megnyilatkozási szándék. A 2017-es eredményt mondanám, ugyan még nem ért véget a hét, de ugye akcióötletnél regisztrálni tavaly, vagy múlt hét szerdáig, november 15-ig lehetett, és 361 akcióötletet regisztráltak, viszont több mint 4000 vállalást tettek, és azért fogjuk meghosszabbítani a vállalási időszakot, erre céloztam az előbb, hogy majd visszatérek rá, mert a meghosszabbítással a tavalyi évben ott egyébként a 3000 fölötti vállalás az csak az akció hétre vonatkozott, a meghosszabbítás folytán megduplázódott, tehát több mint 7000 lett a vállalásoknak a száma. Tehát lehet, hogy akkor nem olyan intenzíven, hiszen nem akció van, de az emberek utána is odafigyelnek erre a honlapra. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét után van egy Európai Hulladékcsökkentési Díj. És az Európai Hulladékcsökkentési Díj nemzetközi versenyében, nemzetközi mezőnyében mi magyarok, illetve a mi magyar akciófejlesztőink, akcióregisztrálóink nagyon-nagyon előkelő helyet végeztek az utóbbi években. Két nyertesünk is volt, 2015-ben a Pumukli német nemzetiségi óvoda Érdről, és 2016-ban a Barangoló Egyesület Végegyházáról. Ehhez azt tudni kell, hogy 5 kategóriában lehetett regisztrálni, lehetett a magánszemélyeknek, lehetett a gazdálkodó szervezeteknek, lehetett az egyesületeknek, civil szervezeteknek, és az állami gazgatási szervezeteknek is utoljára hagytam, akik egyébként a legtöbbet regisztráltak, 80%-a, tehát 361-ből olyan 300 körüli regisztrációt az oktatási intézmények tettek, ebbe óvodák és iskolák is benne vannak. A naturparkoknál a hulladékképződés megelőzésében is fontos az újrahasználat, hiszen hogyha azt nézzük, hogy valaki elmegy kirándulni egy naturparkba, akkor igazából azt javasoljuk leginkább, hogy vigye haza a szemetét abba, amibe hozta, és ezt nagyon sokan már meg is tudják valósítani.
És ha a természetről beszélünk, és a természetről kapcsolatos életmódról, akkor igen, megállja a helyét az a szóvic, hogy homo sapiensből ne váljunk homo sapiensé, hanem ismerjük meg a korlátokat, amik szerint jól élhetünk a jövőben is, és ez pedig a hulladékmennyiség csökkentése mindenképp. A naturparkok és a hulladékcsökkentési hét célja is közösek, az együttműködésnek adottak a lehetőségei, és a környezettudatos nevelés és szemléletformáló munkánknak az összehangolásával megerősíthetjük az embereknek a kötődését ahhoz a kultúrtájhoz, ahol a közösségük él, működik, létezik, a kultúrtáj értékeinek a megőrzése érdekében. A nagykátai előadást színesítette Ráti Krisztina, akit az újrahasznosított farmeranyagokból készült termékeiről kérdeztünk. Láthatunk itt egy párnát, ami gyakorlatilag úgy gondolom, hogy tiszta új vadonatúj farmerből készült, de bizonyára ez nem így van. Így van, tehát farmer a stimmel, a tiszta is stimmel, illetve az új az kevésbé, mert gyakorlatilag ez használt farmerből készült, ezzel is úgymond előtérbe helyezve az anyagoknak a másodlagos hasznosíthatóságukat igazából. Folyamatos nagy problémát jelent ugye a PET palackok kérdése. Mit lehet ezzel kezdeni? Nagyon sokrétű a felhasználhatósága a PET palacnak, és ugye a különböző közösségi csatornákon rengeteg nagyon jó oktató videót is láthatunk ezzel kapcsolatban, úgyhogy inkább annyira nagyon nem sorolnám a lehetséges variációkat. Gyakorlatilag a tároló edénytől a virágcserépig, az eszköztárolóig minden készülhet belőle. Ezen a mai kiállításon milyen hulladékok kerültek felhasználásra, amiből itt most kiállítást láthatunk? Saját részemről tudom mondani a farmert, mint elsődleges alapanyagot, de találhatunk itt különböző technikákkal készült termékeket is, tehát ami már úgymond az alkotást helyezi előnybe, tehát nem mint napi használati szintű tárgyakat, hanem maradandó, akár kültéri, beltéri szobrok formájában megvalósult álmokat is lehet csinálni, gyakorlatilag bármilyen textília, illetve terménynek a felhasználásával. Így szétnézve egy rövid átfogó képet lehet kapni arról, hogy mik is azok a technikák, illetve alapanyagok, amivel érdemes foglalkoznunk. A műsort a Földművelési Minisztérium támogatta. Sárközi Bence főszervező segítségével valósították meg Sűsápon az óvodás zsinórlabda bajnokságot. A Magyar Röplabda Szövetség egyik legfontosabb célkitűzése, hogy olyan helyekre is eljutassa a sportágat, ahol korábban nem volt röplabdás élet. A rendezvény célja pedig az volt, hogy már kisgyermekkorban megszerettessék a mozgást az apróságokkal, illetve a röplabdát népszerűsítsék a fiatalok körében. Sűsápon Sárközi Bence főszervező segítségével valósult meg az óvodás zsinórlabda bajnokság. A Magyar Röplabda Szövetség egyik legfontosabb célkitűzése, hogy olyan helyekre is eljutassa a sportágat, ahol korábban nem volt röplabdás élet. Így esett a választás Sűsápra, amely helyszíne volt a zsinórlabda bajnokságnak. A rendezvény célja pedig az volt, hogy már kisgyermekkorban megszerettessék a mozgást az apróságokkal, illetve a röplabdát népszerűsítse a körükben. A helyi adottságoknak megfelelően nagyjából 100 gyermek foghatott röplabdát először a kezébe. Érkeztek gyermekek Mendéről, Tápiószecsőről, Úriból és a helyi óvodákból is. A nap közös bemelegítéssel kezdődött, majd körmérkőzéseket játszottak a csapatok egymás ellen. A pihenő játékosok labdás ügyességfejlesztős, valamint mozgáskoordinációs feladatokban próbálhatták ki magukat. Több mint 200 alkalommal húzhatta magára a címeres mezt, és Európa bajnokságon is szerepelt Fekete Krisztina, aki kameránk előtt elmondta.
Igazából én 11 éves voltam, amikor elkezdtem röplabdázni. A mai gyerekek sokkal előbb kezdenek el mindent, tehát a sporttól kezdve, az olvasás, írás, azt hiszem, hogy most már haladni kell ezzel a évvel, hogy mindenki egy kicsit korábban érik. És ezért próbáljuk ezt a sportos mozgást is most már az óvodákba bevinni. Mennyire lehet ezeket a pici óvodásokat bevinni a játékba, vagy itt még tényleg csak a játékról van szó? Hát szerintem mozgásról szól az egész, a labdát azt ugye minden gyerek nagyon korán szereti, és ez úgy látom, hogy nagyon hamar ráéreztek ennek a hangulatára, tehát nem foglalkoznak azzal, hogy most pont nem pont, hanem csak az, hogy elkapják a labdát, vagy pedig figyelnek arra egyébként, amit az ember mond nekik. Mi ez a zsinórlabda valójában? Hát ez ilyen leegyszerűsített röplabda, mondjuk próbáljuk a három paszt egyébként megcsináltatni velük, hogy háromszor legalább hozzáérjenek a labdához, de igazán ez az ügyességről szól, vagy hogy megismerjenek valamit, amit eddig nem ismertek. Ez a sportág, ugye a látványsportág kategóriába talán az elmúlt évben került be, ez mennyire válik majd az előnyére? Hát mindenképpen az előnyére válik, mert minél több gyereket tudunk megmozgatni, és minél több helyre tudunk eljutni, azt hiszem, hogy eddig az volt a baj a röplabdának az utóbbi 10-15 évben mondhatom, hogy nem volt megfelelő számú bázisa. És kevés emberből nem lehet minőséget igazából kiválogatni. És hogyha minél több gyereket tudunk bevonni, akkor ott az ember talál nagy tehetségeket. Sősáp az elmúlt hónapokban írt alá egy megállapodást a gödöllői röplabdásokkal. Erről Horinka László polgármestert kérdeztük. Nyár végén, kora ősszel történt ez az aláírás Gödöllőn. A gödöllői röplabdásokkal kötöttünk egy együttműködési megállapodást, ami arról szól, hogy Gödöllő irányába, Gödöllői utánpótlás irányába a mi röplabdásainkat ingyenesen elengedjük. Ugyanakkor ők pedig szakmai segítséget, iránymutatást, koordinálást nyújtanak a számunkra. És ezen túlmenően egyébként ennek az együttműködési megállapodásnak köszönhetően a röplabda társasági adó kedvezményének köszönhetően magasabb juttatásra lesz jogosult a mi egyesületünk, tehát többszörös előnye van számunkra ennek a megállapodásnak. Ennek a megállapodásnak része ez a mai program, vagy ehhez ennek semmi köze nincs? Ehhez ennek semmi köze nincs. A kapcsolódási pont az talán Szabados István, aki a Magyar Röplabda Szövetség utánpótlás bizottságát vezeti, és az ő munkatársa Sárközi Bence, aki meg Sősápi. Tehát igazából Bencén keresztül jött létre az a megállapodás a gödöllőiekkel, amit ugye aláírtunk kora ősszel, hiszen Szabados István egyébként Gödöllőn is tevékenykedik, és ugye így volt ez a gödöllői kapcsolat, és tulajdonképpen Sárközi Bencének köszönhetjük ezt a mai alkalmat is, hiszen az ország több pontján, több városában rendeznek ilyen zsinórlabda bajnokságot óvodásoknak. Nem is nevezném bajnokságnak, inkább ilyen zsinórlabda játéknapnak titulálnám, hiszen itt nem a versenyzés a cél, nem a győzelem a cél, tényleg az, hogy megszeressék, megismerjék ezt a játékot, és később esetleg bekapcsolódjanak. Akár itt nálunk, vagy remélhetőleg később más településeken is meghonosodik majd a röplabda sportág, a TAO kedvezmény, a TAO támogatás. Én azt gondolom, hogy mindenképpen azt fogja előidézni, hogy több helyen meg fog jelenni, és erősödni fog ez a sportág. Szabados István, a Magyar Röplabda Szövetség utánpótlás igazgatója, a programsorozat céljáról és a röplabda előnyéről is beszélt. A Röplabda Szövetségnek célja az, hogy egészen az óvodába lemenjünk, és népszerűsítsük magát a sportolást és a labdával való sportolást, hiszen itt még azért nem beszélhetünk effektív röplabdázásról. Megismertetjük őket a labdajáték okozta örömökkel, és bízunk benne, hogy a későbbiekben sportolni fognak, és annak meg különösen örülünk majd, hogyha a röplabdázást választják. Hogy sikerült ez a mai rendezvény? Ez a mai rendezvény kiválóan sikerült, nagyon jó házigazdái voltak az eseménynek a helyiek, és éreztük azt az örömet és szeretetet, ami fogadott bennünket.
A gyerekek, én úgy gondolom, hogy nagyon élvezték, csupa mosolygós arcot láttunk. Az elején próbáltunk ilyen kis különböző feladatokkal is kedveskedni nekik, hogy ne a padon üljenek és ne unatkozzanak. Nagyon aktívak voltak és bátran végrehajtották a feladatokat. Bízunk benne, hogy jövőre, két év múlva még többen lehetnek itt, és még több gyerekhez eljut ez a szép sportág. Bízunk abban, hogy a női vonal sikeressége, amit nemzetközi szinten a felnőtt válogatott elért, az be fogja indítani a sportágba áramlást a gyerekeknél, és bízunk abban is, hogy egyre több fiú választja majd ezt a sportágat más helyett. És nézzük a jutalmazást. A mai napon a gyerekek nagy széles mosollyal hagyták el ezt a tornatermet, hiszen itt volt a nyuszi, a barátjuk, és még ajándékot is kaptak. Mivel vártátok ide ma a gyerekeket? Ez is koncepciónk, hogy minden gyerek mosollyal az arcán menjen el, mert valószínűleg úgy jönnek várakozással, és hogyha mosollyal az arcukon mennek el, akkor vissza fognak jönni még egyszer. Minden gyerek kapott egy kis rágcsálnivalót, a helyiek összeállítottak egy ajándékcsomagot, és minden gyermek kapott egy pólót is, ami ezt a nyuszit ábrázolja, amit egyébként két éve keltettünk életre, egy edző tollából született ez a rajz, aztán úgy gondoltuk, hogy hívjuk életre és életnagyságba elhozzuk a gyerekek közé. Mondom, sem kell óriási népszerűségnek örvend, ami röpcsi nyuszink, röpcsi füles, még keressük a nevét, és nagyon szeretik a gyerekek. Vele is elkészülhettek a fényképek, és tényleg öröm volt látni azt, hogy mennyi sok boldog gyerek hagyta el a tornatermet, és bízunk benne, hogy nagy örömmel fognak visszagondolni erre a mai napra. Műsorunk végén jöjjön a Mikulás. Sűsápon hagyománya van annak, hogy az önkéntes tűzoltók játékokat, gyümölcsöt és édességet gyűjtenek. Mindezt azért, hogy a Mikulás előtti hétvégén a település utcáin elhaladva megajándékozzák a gyerekeket. A végállomása a sűsápi piactér, ahová idén is sok család kilátogatott. A sűsápi önkéntes tűzoltók szerves részei a településnek. A létszám problémával küszködő egyesület helyt áll a nehéz helyzetekben, és kiveszi részét a városi programokból is. A tűzoltó Mikulás járat pedig szinte az egész települést megmozgatja azzal, hogy a település minden részére eljut a télapó. Az elmúlt 7 évben kialakult folyamatok szerint gyűjtik be az ajándékokat, édességet és gyümölcsöt a szervezők, hogy a lehető legtöbb gyermek átélhesse a villogó autóval érkező Mikulással való találkozás érzését. A rendezvényt sokan támogatják, köztük Sűsápváros önkormányzata is. Nagyon örülünk annak, hogyha az önkéntesek fölvállalnak egy-egy ügyet, és az az ügy illeszkedik a lokálpatrióta felfogásunkhoz. Ez egy olyan program. Tűzoltók nem csak amellett, hogy önkéntesen végzik a település mentési munkálatait, és az egyik legnagyobb támaszunk ezekben a nehéz kialakult helyzetekben adott esetben, hanem ilyen civil rendezvényeken is ők megjelennek, sőt, hát motorjai aktívak, annak ellenére, hogy sajnos nincsenek sokan. És ez a Mikulás járat, ez már beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mondhatjuk. Főleg az idei évben minden korábbinál többen voltak, és látszik az a lelkesedés, ami a várakozásban ölt testet. Az utcákon is várják őket az emberek, gyerekek, nagyon sokan, és aztán ide a záró ponthoz, a piac térre is nagyon-nagyon sokan ellátogattak. Örülünk annak, hogyha ez így működik, úgy látjuk, hogy működik, ezért mi, mint önkormányzat, így a háttérből támogatjuk, vagy segítjük őket, ha kérik. Természetesen nem szeretnénk rájuk telepedni, örülünk, hogyha vannak ilyen önálló kezdeményezések. Hát, ha már a támogatásnál tartunk, úgy tudom, hogy Sűsápváros önkormányzata minden évben támogatja az önkéntes tűzoltókat, hiszen tényleg a településért tesznek. Igen, egymilliós nagyságrendben támogatjuk őket. Ez általában az a támogatás, ami nem nagyon szokott vita lenni, hogy most jogos, nem jogos, ugye sokat lehet ezen vitázni, hogy most kinek mennyi jár, mert a település biztonságát nagyban szolgálja, hogy itt helyben működik egy ilyen önkéntes tűzoltó egyesület, nem csak a tűzesetekre kell gondolni, hanem éppen a vízkárokra adott esetben, vagy fagykárokra és egyéb helyzetekre.
advent első vasárnapján vagyunk, viszont az adventi ünnepek a településen, ugye 17-én lesz egy központi rendezvény. Így van, akkor lesz a városi adventünk a Szent István téren, ahol a város karácsonyfája mellett kirakodóvásárral, műsorokkal, bibliafelolvasással, pásztorjátékkal várjuk majd az ide érkezőket, és ezzel szeretnénk majd zárni a karácsonyi készületünket, hiszen sok program van így a városban advent környékén. Volt Mikulásfutás, van ez a Mikulás járat rendezvény, lesznek az intézményi Mikulás ünnepségek, majd aztán jönnek a karácsonyozások, a városi advent, és aztán természetesen karácsonyhoz közeledve az egyéb közösségek, például templomi közösségeknek, egyházi közösségeknek a saját karácsonyai is meglesznek. Remélem, hogy ez a nagy rohanás majd szépen az ünnepekre azért alább hagy, és mindenki kicsit el tud csendesedni, és így a szeretjei körében otthon tud lenni karácsonykor. A sűsepi önkéntes tűzoltók egyik motorja, Minkóné Piroska, aki már hónapokkal december előtt azon dolgozik, hogy biztosan minden a helyén legyen, mire elérkezik a nagy nap. Ez a 8. alkalom, és én azt mondhatom, hogy szerintem csúcsot döntöttünk, de minden évben szoktam mondani, de most én nem is számítottam megint, hogy ekkora nagy sikere lesz, és mindenképpen el kell mondjam, hogy nagyon sok játék összejött az idén is, és rengeteg gyümölcs és szaloncukor, hogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki mögöttünk volt, és ismét segítette ezt a rendezvényt, hogy ez létrejöhessen. Jó csapat az önkéntes tűzoltók csapata, viszont tudjuk azt, hogy folyamatos problémáitok vannak a létszámmal. Sikerül-e valahogy pótolni azokat a kollégákat, akik már a nem a csapat tagjai, mert elköltöztek a településről, vagy még mindig probléma ez a probléma, és mit lehet tenni, hogy ez megoldódjon? Nagyon szeretnénk orvosolni, sajnos nagyon küzdünk vele, nincsen sajnos utánpótlásunk. Ez nem tudom, hogy minek köszönhető, de sajnos a statisztikailag országos szinten is úgy gondoljuk, hogy ez probléma. Az önkéntesség valahogy már nem nagyon divat. Nekünk meg ugye, hogy önkéntes tűzoltók lehessünk, ahhoz egy 40 órás vizsgát is kell tennünk, tehát egy tanfolyamon kell részt vennünk, gyakorlatokon, tehát nagyon sok felelősséggel és odaadással jár, tehát ahhoz, hogy mi ezt csinálhassuk, ez nagyon sok munkával, odaadással és a családtól való tehát idő megvonással jár. Tehát, és nincsen. Sajnos a fiatalokat egyáltalán úgy érezzük, mintha nem érdekelné már ez, viszont dicsekednénk kell, most egy leányzónk van, aki most végezte el frissen a 40 órást, de hát ő leány, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ő sajnos a nagyon erős fizikai munkában, tehát ami igazából a tűzoltók feladata lenne, ő ebben nem tud részt venni, de annak is nagyon örülünk. Úgyhogy hát fiúkat várunk, nagyon sok igazi, erős fiúkat. Én azt gondolom, hogy akár egy önkéntes tűzoltó, mert egy hivatásos tűzoltót ugye mindenki istenít, ugye ez adott, de egy önkéntes tűzoltó is lehet szuper, ugye? Ez így van. Tehát ezt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fiúk ezt mindennél többet érnek, hiszen ők tényleg a családtól és mindent félretéve jönnek, ha én azt mondom nekik, hogy riasztás. Térjünk vissza a tűzoltó Mikulásra. Ugye azt elmondtad, hogy a 8. alkalom már, és ez folyamatjában van. Még mindig sokan állnak sorba, hogy a gyerekek találkozhassanak a Mikulással. Mit hozott a Mikulás idén? Úristen, annyira sok mindent, hogy nem is tudnám elmondani. Összefogás volt megint, a lakosság hordta össze ezeket a játékokat, ez mind használt játék. Mi ezt az önkéntesek kimostuk, megtakarítottuk, lecsomagoltuk, és úgy kerültek a tűzoltóautóra. És hogy mit hozott még? Rengeteg gyümölcsöt. A szaloncukort pedig azt hittük az első napokban, hogy alig jött össze, és a végén úgy megrohamoztak minket, hogy most már marék számra osztottuk és szórtuk, hogy mindenkinek bőségesen jutott. A gyerekek csillogó szemeit látva bizonyára mindenki nagyon örült. Mi nem követtük az idén az autót az utcákon, de bizonyára az utcákon is ez volt. Volt-e olyan rész, ami mondjuk új volt, vagy most az idén már kimaradt az elmúlt évekhez képest? Nem maradt ki, hiszen több lett, sokan olyan helyeken is álltak, ahol nem volt meghirdetve, de nagyobb csoportoknál természetesen megálltunk, de olyan helyek, például a
Malom utcai iskola, ahol eddig soha gyerek nem volt, most ott egy 50 fős csapat várt minket, és énekszóval, tehát teljesen le voltunk döbbenve, úgyhogy azonnal megálltunk, és újra osztottuk a játékokat. 2018-ban nagyon előre gondolkodunk, már egy év múlva várható, hogy lesz-e még újra sűsápi önkéntes tűzoltó Mikulás? Ha rajtunk múlik, igen. Kedves nézőink, a Tápió Plus magazin 4. évfolyamának 25. adását látták. Ne feledjék, magazinunkat a Williams Televízió csatornáján minden vasárnap és hétfőn 21, szerdán 18 és szombaton 10 órakor tekinthetik meg. Korábbi műsorainkat megtalálják az interneten, a szóromédia.hu oldalon is. Következő adásunk december 24-én kerül képernyőre, tartsanak akkor is velünk. Rendezvényekről, programokról örömmel fogadjuk jelzéseiket, valamint várjuk műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket is. E-mail címünk tapioplus@szoromedia.hu. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!